Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mostani polgármesteri két percekben. Komputcán vagyunk, és hát igazából a fejleményekről szeretnék önöknek beszámolni. Egyrészt arról, hogy hát most már szerintem azért azt lehet mondani, hogy a vége felé jár a beruházás. Éppen most az új szegőnek a lerakása fog szerintem rövid időn belül befejeződni. A Komputcáról annyit érdemes tudni, hogy a Nepomuki közzel együtt kezdtük meg saját forrásból az aszfaltozását, és hát itt az idők folyamán hát a műszaki tartalmat is folyamatosan változtattuk a képviselőtestület jóváhagyásával, hiszen igazából a cél az volt, és itt a lakosságnak, a közösségnek az igénye is az volt, hogy itt a Szabadstrandot és a kikötőt, a Tiszavirág kikötőt elérő út, hát az olyan minőségű legyen, olyan használható utat tudjunk átadni, ami a nyári megnövekedett forgalomban is betölti a szerepét. Így hát a 2021-es első elképzelésünk után bizony jelentős műszaki tartalom változtatást hajtottunk végre, hiszen ez az út, ez régen egy katonai út volt, egy régi szegővel ellátott út, de hát ezt a szegőt is föl kellett szednünk, az eredeti elképzelések az voltak, hogy nem szedjük föl, de fölszedtük, új szegővel állítottuk, és ez az új szegősítés az azt eredményezte, hogy hát majdnem egy méterrel, sőt több mint egy méterrel szélesebb lesz ez az út, azaz most már tényleg azt a funkciót be fogja tölteni, hogy mind kerékpárral, mind gépkocsival kényelmesen lehet majd rajta közlekedni. Én hozzáteszem, hogy szerintem, ha elkészülünk vele, akkor Algyő egyik legszebb utcáját fogjuk majd itt a Komputcában látni. És ugye nem csak a Komputca tartozik ebbe bele, hanem a töltésen átívelő rampákat is felújítjuk. A műszaki tartalom változáshoz az is hozzájárult, hogy vastagabb aszfaltréteget fog kapni magának a töltésnek az oldala is, pont azért, hogy nyilván a tartossága nagyobb legyen. Úgyhogy ugye fölvetődött ezt a testületülésen, és többször elmondtuk, hogy miért kerül többe ez a beruházás a Nepomuk közzel együtt, hát azért, mert jelentős műszaki tartalom növekedmény van benne, és hát én úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben indokolja is, egyébként nyilván tényszerűen is el tudnám mondani, de nem is biztos, hogy erre most igazából szükség van. Úgyhogy egy gyönyörű szép utca lesz, én nagyon remélem, hogy a komputcaiak is kivárják már ezt a pici időt, hiszen nyilván nem kellemes azért, főleg mikor esik az eső, azért az utca jelen pillanatban nem azt a funkciót tölti be, amire született, de ha kész lesz, remélem, hogy mindenkit kárpótolni fog. A Nepomuki közről pedig tényleg csak annyit, hogy ott is változtattunk a műszaki tartalmon, hiszen a töltésnek, a rampának a mozgása miatt azt mondták a tervezők, hogy érdemesebb egy vastagabb aszfaltréteg ellátni. Jelentős köbméter növekedményt okoztunk ezzel magunknak igazából, de én remélem, hogy ott is a minősége ennek a beruházásnak majd meg fogja mutatni, hogy jól döntöttünk. Úgyhogy összességében én nagyon remélem, hogy most már tényleg a vége felé járunk mind a két beruházásnak, és hát örülni fognak a használói, az algyűiek, hogyha kész lesz. Egyébként pedig nyilván a többi projektünk is hasonlóképpen áll, úgyhogy remélem, hogy azokkal is hamarosan kész leszünk.